Veres Mónika, a varázsló ébredése. Mire a barlang bejáratához ért, már nagyon fáradt volt. Lassan haladt, alig vonszolta magát, ereje teljesen elfogyott. Minden lépést, fogát összeszorítva tudott már csak megtenni. A könnyek patakokban folytak az arcán. A remény messze költözött tőle egy ideje. Sebei fájón lüktettek a lelkében. Évezredek fájdalmai, csalódásai, tévedései, dühe, átkai és átkozódásai gennyes fekéként égtek szívében, és lassan fakadni kezdtek, hogy még mélyebbre rántsák az elkeseredésben. Csak a fájdalmat érezte, csak arra figyelt, csak azt erősítette, s ezért újabb és újabb hibákat követett el, vakon és bután bolyongva a sors ösvényein. Bár sajnálta a tévedéseket, az embereket, akiknek fájdalmat okozott, akiket cserben hagyott, de legjobban mégis magát sajnálta. Úgy érezte, mindennek vége. S egy ponton, a legmélyebben, a legsötétebb éjszakán annyira elfáradt ebben az újra és újra ismétlődő ördögi körben, hogy úgy érezte, nem bírja tovább, sőt, nem is csinálja tovább. Hátat fordít a küldetésnek, hisz már nincs is küldetés. Már nem is emlékszik rá, mi lett volna az. Azt is elvesztette valahol a szomorúság, és kétségbeesés erdejében bandukolva. De mikor a legmélyebb pontot elérte, mikor hitét elvesztette, mikor egy szörnyű pillanatra úgy tűnt, szíve örökké jégé válik, a legsötétebb éjszaka legsötétebb pontján, hirtelen szembe találta magát a sárkánnyal. Azzal a sárkánnyal, aki elől évezredek óta menekült, akitől mindennél jobban rettegett, akit legyőzhetetlennek, hatalmasnak gondolt, s akivel sosem volt eddig ereje megküzdeni. Most elé toppant, s vörösen izzó szemeivel farkas szemet nézett vele, s ahogy bűzös száját hatalmasra tátotta, a lángnyelvekkel együtt ráukátta az összes méretemetett, de tudatalattiában életeken át táplált félelmét, mindet, a legszörnyűbbeket is, amikre még szavakat sem talált soha. Mert mindig azok a legmélyebbek, amiket még szavakkal sem lehet gyógyítani. Ekkor jutott eszébe a barlang. Magának azt hazudta persze, csak azért, hogy majd ott legyőzze a sárkányt. Majd ott, de valójában pont előle menekült, oda. A sárkány persze végig követte. Így hát mire a barlanghoz ért, a nagy menekülésben annyira kimerült, hogy utolsó erejével zuhant be a sötét nyíláson a barlang hideg, nedves kövére. A puha moha takarót erősen szorítva, aztán mély álomba zuhant, és aludt. Aludt hosszú-hosszú ideig. Mikor újra kinyitotta a szemét, abban a biztos megnyugvásban, hogy álmai átsegítették őt egy másik dimenzióba, ahol már bizonyosan nincs ott a sárkány, rettenetesen meglepődött, mert ahogy felnézett, a sötétségben a sárkány vörösen izzó szemeivel találta magát szembe. Ekkor dühös lett, végtelenül dühös, hangosan kiabálni, ordítani, sikítozni kezdett, csapkodott és rugdosott, tört, zúzott és rombolt maga körül, amit csak ért, üvöltve hibáztatva a többieket, a sorsát és az egész világot, főleg a világot, mert azt tehet róla az az átkozott külső világ. Ebben a nagy tombolásában, őrült pörgésében egy ideig nem is vette észre a fehér ruhás, hosszú csavart botjára nyugodtan támaszkodó öreget, aki mérhetetlen szeretettel nézett rá. A szívéből felé áramló meleget, a szeretet erejét kezdte el először érezni, mielőtt szemeivel meglátta fényes alakját. Csak lassan látta meg,
Aztán, ahogy a meleg, puha szeretet sugarak fokozatosan elértek a szívéhez, kezdett megnyugodni. Már nem tombolt. Csak csendben leült, és szemeit lecsukva újra sírni kezdett. De már nem magát síratta, csak az elvesztegetett, szeretet nélküli pillanatokat. És ahogy ott ült, könnyeztatta arccal a tündérek szőtte sötétzöld mohatakarón, az öreg egy tükröt adott a kezébe. A lány először csukott szemmel megszorította aranyszín, hegyi kristálya a kirakott markolatát. Nem mert belenézni. Sokáig ült így, egyre jobban szorítva, majd egyre biztosabb kézzel tartva a tükröt. Az öreg pedig türelmesen várt, nem siettette. Tudta jól, a fontos kozmikus pillanatoknak rendelt ideje van, ahogy az ébredésnek is. Aztán azon a különleges estén, mikor a betlehemi csillag felragyogott az égen, és az égi nyilas kezébe vette ősei szent íját, hogy a fényt győzelemre segítse, és útjára indítsa a világban, ebben a varázslatos pillanatban a lány hirtelen kinyitotta a szemét, és belenézett a tükörbe. És amit látott, megváltoztatta egész életét, egész lényét, egész sorsát, sőt, nem csak azt, ami előtte van, hanem azt is, ami mögötte. Mert a tükörben Isten nézett vissza rá. És hirtelen a barlangban ezer mécses gyúlt, s a tündérek szavára Szent János bogarak kapcsolták be zöld lámpásaikat, és az égi sas a barlang bejáratához szállva a lány kezébe adta legfényesebb csillagát, melyet Altair néven ismert öröktől fogva a nagyvilág, és ahogy nőtt a fényesség a barlangban, mind látta egyre tisztábban magát a tükörben, s látta már azt is, ahogy gyönyörű isteni fény sugárként mosolyogva, kacagva táncol az égi hazában, leszületésre készen, s tiszta szívvel és erős hittel megtervezi magának földi életét, hogy ragyogó isteni erejével önmagát szépséges embertestve formába, szépséges, boldog emberlétet éljen újra és újra a naprendszer leggyönyörűbb bolygóján, a teremtés valódi paradicsomában, a földön. Könnyei újra folyni kezdtek, de már hatalmas, szárnyaló örömében. Hirtelen lehullottak róla az évezredek alatt rákeményedett álarcok, az őket kísérő fájdalommal, sebekkel és haraggal együtt. A szíve megtelt előbb örömmel és szeretettel, aztán mennyei szeretettel, végül isteni szerelemmel is. Ekkor vette csak észre, hogy a sárkány még mindig ott áll. Róla meg is felejtkezett teljesen. Az ébredés lekötötte minden figyelmét. Vörösen ízó szemeivel vadul nézett, várta a küzdelmet, hogy végre felfalhassa, szétmarcangolhassa, és keresztbe lenyelje, ahogy egy igazi sárkányhoz illik. Arra, ami történt, azonban nem számított. S mivel a meglepetés ereje készületlenül vágta fejbe, ezért ezen a ponton el is vesztette a küzdelmet. Nem csak erre, hanem az összes életekre. Mert a lánya kezével a varázstükörben, isteni valójával újra egyesülve és szövetségre lépve, rámosolygott a sárkányra. Kedvesen, bájosan, szíve minden szeretetével. A nagy tüzet, az őrült szenvedélyt, amivel korábban vadul tombolt és mindent lerombolt, végre szeretetté alakította át magában. Isten képének megpillantásával egy azon másodpercben, és ahogy a teljes csend állapotában elmélyedt teljes békéjében ránézett a sárkányra, már nem a félelmetes szörnyet látta benne, hanem az őserőt, akit itt és most szövetségesévé tehet. Mert szívtengelyben állva, isteni erejében fürdőzve, elméjét lágyan megnyugtatva, már semmilyen gondolat nem kapcsolódott benne a sárkányhoz. Se jó, se rossz. A sárkány pedig vörösen izzó szemeit lecsukva, fejet hajtott előtte, és örök hűséget esküdött neki. A lélek tűz ősi erejével támogatva meg új szövetségesét,
további útján. A barlang közben fényes, félkör alakú teremmé változott át. Egyik oldalában hatalmas, égigérő életfa nőtt, mely koronájával egészen az égi hazáig nyújtózott fel. Felette, most úgy tűnt, csak egy karnyújtásnyira, lassú spirálkörökben forgott, a tejút egyre közelebb és közelebb érve az életfa tetejéhez, egyre közelebb és közelebb érve az emberek világához. Ahogy a lány leült a fénylő fatörzse mellé, hogy kicsit megpihenjen a hosszú küzdelem után, lassan egy kép kezdett kibontakozni a szemei előtt, a csillagos égboltra csillagporból fényesen rajzolódva. A képen 7 gyönyörű asszony ült, egy gyertyákkal övezett körben, miközben tátos dobok a parázsló szív dallamait lüktették bele az éjszakába. Talán valódi boszorkányok voltak, talán nem. Ki tudja. Annyit biztosan lehetett tudni a csillagporrajzokból, hogy a tiszta szívűek szövetségéhez tartoztak, s ősi női varázserejükkel a 7 bolygó mágikus teremtő erejét megidézve és szívükbe fogadva a fény születését voltak hivatva segíteni a legsötétebbnek tűnő éjszakán. Mindegyikőjük mást tudott. Másban volt csodálatos. A női szépségnek és szívből születő bűbájnak más-más tükröződését képviselte tisztán, de átütő erővel. Női erejüket egyesítve titkos küldetést teljesítettek. Egy apró tündér kacagva táncolta őket körbe, miközben apró varázspálcáját néha a tejútba merítette, hogy az isteni fénnyel a szárnyaló boldogság jeleit írja bele a térbe és az időbe, hisz ez lesz a most születő új jövő talpköve, a boldogság. A kép aztán halványodni kezdett, és lassan kibontakozott helyette egy másik. A nagy királyról, Nimrodról és fényes seregéről, mely megállíthatatlanul a gondolatnál is sebesebben vágtázott a tejút kapuja felé, melyet a magarok népe kellett kinyisson előttük a szent pillanatban. S mivel a szent kapu vezérlő csillaga, az auriga egyre fényesebben ragyogott, mivel Nimrod fénye egyre közelebb került az emberek szívéhez, mivel lassan a pilis is ébredni kezdett, ezért már sejteni lehetett, hogy a pillanat közeleg. A világ még alszik, természet anya még pihen, de a rügyfakadás közelettével lassan-lassan az idő ura is inteni fog. Azonban ekkor az öreg mosolyogva a lány mellé lépett, elvonva tekintetét az égboltról, s hosszú fehér botjával a földre mutatott. Ez a tiéd, mondta, évezredek óta rád várt. Pont azóta, amióta Lemúriában, azon a végzetes éjszakán, ami az ördögi kör végtelennek tűnő sötét sűrűjébe rántott titeket, haragodban és fájdalmadban a földhöz vágtad. Hát nem tört össze? Kérdezte a lány elcsukló hangon. Azt hittem, örökre elvesztettem. Az öreg most közelebb lépett hozzá, és szorosan átölelte. Olyan régről kísérte isteni fénytestvérét különböző testetöltéseiben, olyan mélyen szerette, és néha olyan nehéz volt végignéznie. Óvó tekintettel, mégis szabad döntéseiben, meghagyva bukásait. De most úgy érezte, mindez megérte, mert a benne lüktető szenvedélyes lélektűz a sárkány szelidítésével és szövetségével hatalmas lendületet ad majd a többieknek is, az ébredéshez. Legyőzhetetlen erőt, hogy kidörzsölve, lecsukott szemeikből az évszázados kábulatot, végre ők is felébredjenek, és kezükbe vegyék saját tükrüket, és saját varázspálcájukat. Mindig ott volt melletted, csak nem láttad a sötétben, szólt az öreg. Most, hogy a sark csillag fénye újra a szívedben ragyog, sok mindent meg fogsz még látni, amiről eddig még csak álmodni mertél. Már minden készen áll az isteni dimenzióban, itt az ideje, hogy a két dimenzió összeérjen. Az isteni az emberével, hogy a föld az eredeti égi terv nyomán valóban paradicsommá váljon.
mert azzá fog. Már emlékszel a küldetésre? Igen, mosolyodott el boldogan a lány, s varázspálcáját kezében tartva kedvesen, de határozottan intett a sárkánynak, hogy kövesse, hisz a védelemre szüksége lehet még. Majd szeretettel belekarolt a fényes tekintetű öregbe, és a fülébe súgta. Gyere, szóljunk a többieknek is. Itt az ideje az ébredésnek. Itt az ideje megnyitni az aranykor kapuját, Hunor és Magor szent szövetségével.